Tisztelt ünneplő közönség, kedves hölgyeim és uraim, tisztelt vendégeink! Folytatjuk városnapi ünnepségünket, és tisztelettel kérem önöket, először énekeljük el a himnuszt. Tisztelt ünneplő közönség, kedves hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Hajdon Álmás város önkormányzatának nevében az ünnepi képviselőtestületi ülésen, ahol folytatjuk emlékezésünket Bocskainkra, Bocskaira, őseink máig ható üzenetére, mindarra az örökségre, amelyet őseink hagytak nekünk az elmúlt 4 évszázad során, s amelynek köszönhető, hogy még ma is itt vagyunk, és beszélhetünk hajdúságról. Külön tisztelettel köszöntöm Tasi Sándor urat, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat alelnökét. Ireneus Szarzec urat, Uszrony polgármesterét és a város delegációját. Nyakó József urat, Érmihály falva polgármesterét és a város delegációját. Továbbá a hajdúvárosok képviselőit, intézményvezetőket és végül, de nem utolsó sorban, Szóla Tibor polgármester urat és a képviselőtestület megjelent tagjait. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Az elmúlt percekben koszorúkat, virágokat helyeztünk el Bocska István szobránál, ezzel is kifejezve tiszteletünket a nagy fejedelem életműve előtt. Nekünk, itt a hajdúságban élőknek olyan történelmi példa ő, akit második hónalapítóként is tisztelhetünk, hiszen ki tudja, mi lett volna azzal a közel 10 000 hajdúval, akiket az ő szavaival élve nagy föld bástyájául tett. Két császár között, a török és a Habsburg birodalom bordaroppantó ölelése közepette, okos politikával győzelemre tudta vinni szabadságát. Tudott olyan békét kötni, amelyben ő diktálta a feltételeket, úgy a török szultánnak, mint a német császárnak, s amelyet azóta sem tudott megismételni a magyar történelem során senki. Hazát, házat adományozott hűséges hajdúinak, akik aztán rövid idő alatt tisztes földművelő, pásztori közösségekké váltak. Következő gondolatai talán időszerűbbek, mint valaha is volt. Az magyar nemzetségnek örökösen való megegyenesedése, ezt mindenik császár bánni fogja, de minékünk ez a fundamentum a megmaradásunknak, hogy egyik magyart a másikkal ne rágassák, ne étessék. Ne marjátok egymást, ne marjátok a parasztot, ne legyetek magatok keselyői. E gondolatok jegyében tisztelettel felkérem Szóla Tibor polgármester urat ünnepi beszédének megtartására. Tisztelt vendégeink, tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy én is nagyon nagy szeretettel köszöntsem Önöket.
December 12-e egy nagyon fontos nap a hajduk és hajdunálás életében. Bocska István fejedelem 1605-ben, ugyanis ebben az éppen ezen a napon Korponán adta ki azt a kiváltságlevelet, amely különleges jogállást adott a hajdu vitézeknek. Ez éppen 410 éve volt, ezért a 410 éves hajdunálást is köszönhetjük innen ma. Mik, akik a hajdúságban élünk, mindannyian tudjuk, hogy milyen jelentősége volt a korponai kiváltságlevélnek. Bocska István ezzel az okirattal adott 9254 hajdúvitéznek, köztük néven említett kapitányaiknak kollektív nemesi jogokat és fegyveres szolgálat fejében adómentességet. Bocska István ebben az iratban rendelkezett továbbá a hajduk letelepítéséről is. Kálló, Nánás, Dorog, Varjas, Hatház, Vámospért, Sima és Vitt térségében. Ez a különleges jogállás pedig a bécsi békét és Bocska István halálát követően is fönnmaradt. Mintegy 250 éves előnyt kaptak a településeink, a hajdu települések környezetükkel szemben a közösségeik építésére, hiszen ne felejtsük el, hogy a jobbágy felszabadítás az akkori Magyarország területén az 1848-as évekre tolódik ki. És soha ne feledjük, hogy legfőképpen kinek tartozunk mindezért hálával. Soli Deo Gloria. Egy várost, a város szeretete nélkül vezetni nem lehet. Ez számomra is zsinór mérték, és többek között ez a szeretet ad erőt a hétköznapokban, hogy egy-egy nehéz pillanatban is. Hisz a város vezetőjeként sokszor kapok hideget, meleget, néha jogosan, talán néha ok nélkül is, már csak ilyen a közszolgák élete. Így nekem is nagyon sokszor jut eszembe Széchenyinek az a mondása, amivel véletlenül ilyen körülmények között fogalmazott meg, hogy pökkötték már a nevemet eleget, tám pöködjék most már a másét is. De aztán ott van a következő nap, ahol ismét helyt kell állni szeretett városomért, közösségemért. Mert lehet, hogy mi itt hajdunáláson nem mindenben értünk egyet. Lehet, hogy sok mindenről egészen másképpen gondolkodunk, de hiszek benne, hogy a városunk szeretete lehet az a közös nevező, ami újra és újra közösségé tud bennünket, nánásiakat formálni. Hiszen mi egy szerencsés közösség vagyunk. Egy olyan gazdag történelmi és kulturális örökség birtokosai, amire sokan vágyakoznak. Hiszen Nánás az aranyszalma városa. Ami furcsa elegye elődeink szorgalmának és kálvinista nyakasságának. Szerencsés közösség azért is, mert még a legnehezebb pillanatban is voltak, és tudom, lesznek is, akik képesek az egyéni érdekeiket a közösségi érdekek mögé szorítani, odaadóan dolgozni szeretett városukért. Emberek, akik megfogják a munka végét, lámpások, akik hitet adhatnak a közösség többi tagjának, és akik példaképek lehetnek. Mert soha ne feledjük, ahhoz, hogy mi itt együtt tudjunk ünnepelni, nagyon sok dolgos kézre van szükség. Ahhoz, hogy ma is meglegyen terítve a város asztala, sok dolgos kézre van szükség. Ahhoz, hogy a főtéren ott álljon az a szép fenyőfa, nagyon sok dolgos kézre volt szükség. És ahhoz, hogy a mai napon átadhattuk azt a szépen felújított orvosi rendelőt, ahhoz is nagyon sok dolgos kézre volt szükség. És itt egy pillanatra megállva, akkor, amikor egy város vezetése gondolkodik, akkor sosem gondolkodhat csak a mának. Mindig egy picit előrébb kell nézni, és előrébb kell látni. Hiszen ha megnézzük ezt a mai esetet, az orvosi rendelő felújítását, akkor azt mondhatjuk, hogy elkezdtünk egy projektet nagyjából 3 éve, akkor egy műszerfelújítással kezdtük, nagyságrendileg egy 50 millió forintos értékben saját forrásból, majd a tavalyi évben fölkerült egy olyan kis mini naperőmű ennek az épületnek a tetejére, aminek a eredményekén nagyságrendileg egy 3 millió forintot tudunk évente megspórolni, és most pedig becsomagolásra került az épület, ami valljuk be őszintén már nagyon kiáltott ezért a segítségért. És azt gondoljuk, hogy ennek a beavatkozásnak is olyan nagyságrendileg 4 millió forint lesz az értéke a megtakarítás területén. És ha megtakarításról beszélünk, akkor azért szorgalmazzuk, mert valami olyan új dologra szeretnénk fordítani, amitől több lesz ez a város. Hiszen
ezekből a forrásokból lehet azokat az egészségügyre fordított forintokat előállítani, amiből mondjuk a tavaly évben sikerült bevezetni a Bárány Imre elleni védőoltást. Vagy álmodozhatunk arról, hogyha a tüdőgondozó be tud költözni az orvosi rendelőnek az épületébe, akkor ott pedig egy szép új gyermekcentrumot tudunk kialakítani. Mindig egy picit előrébb kell látni. És ezzel együtt köszönöm, hogy dolgoznak ezek a szorgos kezek. Köszönöm, hogy dolgoznak. Köszönöm, hogy dolgoztok hajdonlásért. Nem sokára itt fog állni előttünk három hajdonlási fiatal, akik sokat dolgoztak az elmúlt 14 hónapban. Mert hiszen tagadhatatlan, hogy a kis települések egyik általános problémája, így hajdonlásé is, hogy a nagyvárosok elszívják a fiatalokat közösségeiktől. Városvezetőként azt tekintem az egyik legfontosabb feladatomnak, hogy ne tétlenül nézzük ezeket a folyamatokat. Ha a legalkalmasabb pillanatra várunk, az sose fog elérkezni. Ezért érdemes megragadni az alkalmat, megfogni bármilyen eszközt, amit kaptunk, legyen az tehetség, szorgalom, kalapács, toll vagy egy hangszer. Tegyünk valamit. Fogjuk meg a munka végét, apró lépésekkel építkezve is. Egy ilyen lépés a hidak gyakornoki program is, mellyel a szándékunk az, hogy a szakmai gyakorlat megszerzésének lehetőségét ötvözzük az intenzív tanulással, a munka világába való bepillantással, a szakmai önismeret mélyítésével. Polgármesterként az a meglátásom, beszélni nem elég. Többre van szükség. Lehetőséget kell biztosítani fiataljainknak, hogy megmutassák, mire képesek. Örömmel mutatom be önöknek azt a három fiatalt, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Akik elsőként végezték el ezt a gyakornoki programot, amit 11-en kezdtek el 14 hónappal ezelőtt. Kérném Kis Angelikát, Ormós Evelint és Kovács Zsoltot, vegyék át a gyakornoki program elvégzését igazoló okleveleket. Őszinte örömömre szolgált, hogy megismertelek benneteket. Szeretném, ha idővel hasznos és boldog polgárává válnátok városunknak, és legalább annyira szeretnétek közös otthonunkat, mint amennyire én szeretem Hajdunánást. A mi közösségünknek, amit úgy hívnak Hajdunánás, a jövője múlik azon, hogy megtalálja e helyben azokat, akik lámpások. Lehetnek, akik fényénél dolgozni lehet, akik fényénél alkotni lehet, akik fénye más megvilágításba helyezi a dolgokat. Ha megtaláljuk a lámpásainkat, és egyszerre gyújtjuk fel őket, a sokasodó lámpások fényével megvilágíthatjuk akár az egész várost. Ilyen emberek kapnak meg kitüntető díjakat a város napján, becsüljük meg őket a hétköznapokban is. Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy beszédemet egy történettel zárjam. Egy idős ember egyszer azt mondja az unokájának. Fiam, mindenkinek a lelkében két farkas harcol. Az egyik farkas a gonosz. Ő a dű, az irítség, a rossz indulat és a hazugság. A másik farkas a jó. Ő a szeretet, az öröm, a béke, a kedvesség és az igazságosság. A fiú elgondolkodott és megkérdezte. Nagyapa, melyik farkas az erősebb? Az öreg ezt felelte. Az, fiam, amelyiket eteted. Karácsonyhoz közeledvén kívánom mindannyiunknak, hogy a szeretet, az öröm, a béke, a kedvesség és az igazságosság lelkét tudjuk erősíteni magunkban. Áldott adventet
és sikerekben boldog karácsonyt, és sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, polgármester úr, sokszor elgondolkodtató szavait. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Közel 20 éve már, egészen pontosan az 1996-os Városnapon adták át az első városi kitüntető díjakat, amelyet Hajdunános Város képviselőtestülete azon célból alapított, hogy ezen a szép napon kitüntető díjakkal ismerje el azok önzetlen munkáját, akik életükkel, munkásságukkal öregbítették Hajdunános hírnevét, a város épülését, fejlődését segítették. A következő percekben a jubileumi 20. alkalommal kerülnek átadásra a városi kitüntető díjak, és 5. alkalommal a polgármesteri közösségi díjak és elismerő oklevelek. Hajdunános Város Önkormányzat képviselőtestülete a városi kitüntető díjakról és elismerő címről szóló rendeletével a város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális, művészeti, sport vagy szakmai területen kifejtett, és a lakosság által széles körben méltányult tevékenység elismeréseként polgármesteri elismerő címet alapított, amelynek átadása most következik. Tisztelettel kérem elsőként Éles Bélánét és kedves kísérőjét, fáradjanak ide ki, polgármesterünk már, és egyben polgármesterőt is kérem, hogy fáradjon ide. Éles Béláné hosszú évtizede szolgálja városunkban a nevelés, oktatás nemes ügyét. Általános iskolában tanárként, igazgató helyettesként dolgozott, majd 2006-tól a polgármesteri hivatalban oktatási referensi feladatokat látott el. 2012. november óta pedig tankerületi igazgatóként dolgozik. Éles Béláné az oktatás nevelés területén, valamint a városi és járási szintű közoktatási szervezésben végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként polgármesteri elismerő oklevelet vehet át. Következő kitüntetettünk Kovács Imréné, aki fiatalon bekapcsolódott a város kulturális életébe, az 1980-as évektől zeneiskolai keretek között Cicero oktatóként tevékenykedett. Ő maga is számos eredményt és sikereket ért el, nyugdíjasként pedig a továbbra is aktívan segíti az utánpótlás nevelést egyesületi keretek között. Kovács Imréné a népzenei kultúra és a hagyományok ápolása érdekében kifejtett elhivatott, értékkörző tevékenységnek elismeréseként polgármesteri elismerő oklevél kitüntetésben részesül. Családi okok miatt sajnos ő nem tudott eljönni, és nem tudja személyesen átvenni kitüntetését, ezért kérésére felkérem Szilágyi Erzsébetet, a Nánás Prokultúra Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, vegye át az elismerést. Most tisztelettel felkérem Máró Annát és kedves kísérőjét, hogy fáradjanak ide polgármester úr mellé. Anna 9 évesen a hajdunánási kajakkenő sportág elindításának első évében kezdett el kajakozni. 2 évre rá, 2013-ban már országos versenyen is dobogóra állhatott, első diákolimpiáján pedig bronzérmet szerzett. A magyar bajnokságon rendre az első 10 között végzett az elmúlt években, idén pedig kiérdemelte a magyar kajakkenő kölyök válogatottságot, illetve a maraton világbajnokság gyermekfutamában csapattársaival bronzérmet szerzett. Máró Anna a magyar kajakkenő sport regionális és országos szintjén elért kiemelkedő eredményének elismeréséért polgármesteri elismerő oklevelet vehet át.
Következő kitüntetettünk Danuta Kőnigasszony, aki Ostrony-városában az oktatási, kulturális és sportosztályi vezetőjeként tevékenykedik, és a külföldi kapcsolatok motorjaként évek óta lelkiismeretesen dolgozik azon, hogy településeink között kötelék, hogy a településeink közötti kötelék még erősebbé legyen. Hajdúnánásváros polgármestere, tehát Danuta König részére Hajdúnánás és Ostrony-városa közötti testvértelepülési kapcsolat erősítése és ápolása érdekében végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként polgármesteri elismerő oklevelet adományoz. Tisztelettel felkérem Ireneus Szárzes polgármester urat, vegye át Danuta asszony kitüntetését. Most felkérem dr. Varga Miklóst és kedves kísérőjét, hogy fáradjanak ide polgármester úr mellé. Dr. Varga Miklós 1983 óta dolgozik Hajdúnánáson, kezdetben szarvasmarha szakállatorvosként, majd magánállatorvosként praktizált. 1991-ben kerületi főállatorvos, majd 2013-ban járási főállatorvos lett, 2004-től kezdődően pedig az élelmiszerbiztonság területén is tevékenykedik. Hajdúnánásváros polgármestere dr. Varga Miklós több évtizedes állategészségügyi és élelmiszerbiztonság területén végzett kimagasló szakmai munkájának elismeréseként polgármesteri elismerő oklevelet adományoz. Most tisztelettel felkérem dr. Forisek Pétert és kísérőjét, fáradjanak ki polgármester úr mellé. Sajnos akkor... Dr. Forisek Péter a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének habilitált egyetemi docense, ókortörténész, a Bölcsészettudományi Kar oktatási ügyekért is felelős dékán helyettese. A Debreceni Egyetem ezen belül a Bölcsészettudományi Kar és Hajdúnánás városa közötti szoros együttműködés nem kis részben az ő elkötelezett hozzáállásának köszönhető, közreműködésével több konferencia, kiállítás és szakmai rendezvény került megrendezésre városunkban, és minden mellett a hajdúnánási helytörténeti kutatás elkötelezett résztvevője. Dr. Forisek Péter, Hajdúnánás város és a Debreceni Egyetem közötti együttműködés megteremtése érdekében végzett általános munkája elismeréseként polgármesteri elismerő oklevelet vehet át. Most tisztelettel felkérem Tóth Imrét és kedves kísérőjét, hogy fáradjanak ki ide. Tóth Imre, én azt mondom, hogy Imre bácsi ahhoz a mester generációhoz tartozik, akik még a hagyományos paraszti gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen eszközöket készítették. Tevékenykedett faipari gyakorlati oktatóként, a kerékgyártó szakma mellett pedig elsajátította az asztalos mesterséget is. A hegedű készítéssel ipari tanuló korában ismerkedett meg, amikor kezébe akadt egy rossz hegedű, és eldöntötte, hogy ő azt felújítja. Ezután ez lett a hobbija, szabad idejében a mai napig ezzel foglalkozik. Több kiállításon is részt vett már, több országból érkeztek hozzá megrendelések. És hogy mellékesen a Hajdúnánási Televízió is készített vele jó néhány évvel ezelőtt egy portréfilmet.
Kérem, hogy Tóth Imre Hajdonállásváros hírnevét és öregbítő a vonós hangszer készítése területén nyújtott kimagasló szakmai munkájának elismeréseként vegye át a polgármesteri elismerő oklevelet. És most kérem a hajdonállási televízió képviselőit, hogy fáradjanak ki. És ez most egy egészen különleges elismerés átadás lesz, hiszen majd én is egy pillanatra kilépek önmagamból, és aztán odállok, aztán visszajövök. A hajdonállási televíziót 20 éve, 1995 májusában néhány lelkes civil hozta létre, szinte a semmiből. A gondolat elindítói Lukácsi Zsuzsa, Mart Példikó és Cellér István voltak. Az ötletet messze menően támogatta a Ruhaipari Kisszövetkezet kábel TV egysége, önálló csatorna és kezdetben stúdióhelyiség biztosításával. Az indulást a hajdonállási szellemi műhely is segítette, egy évig volt a helyi televízió működtetője, majd egy év után létrehozták a hajdonállási helyi televízióért alapítványt, amely egészen 2012-ig látta el ezt a feladatot. 2012-től a Nánás Prokultúra Nonprofit Kft. Tagszervezete, és mint most láthatják, munkatársaim egyenes adásban közvetítik ünnepségünket, és a televízió adásait nagyon sokan ismerik. A nap, illetve a hét minden napján körülbelül 4000 lakásban láthatják. Úgyhogy kérem szépen, akkor vegyük át az elismerő oklevelet polgármester úrtól. Kedves kollégáim nevében is nagyon szépen köszönöm ezt a tapsot. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Hajdonállásváros önkormányzata képviselőtestülete rendeletével a Hajdonállásváros illetékességi területén működő rendőrkapitányság, katasztrófavédelmi kirendeltség, mentőállomás azon dolgozója és a polgárőrség azon tagja részére, aki valamely rendkívüli esemény során kiemelkedő teljesítményt nyújtott az élet- vagy vagyonmentés bűnügyfelderítés során, polgármesteri közösségi díjat alapított, amelyeknek átadása most következik. Tisztelettel felkérem Gál Miklóst és kedves kísérőjét, fáradjanak ki. Gál Miklós, alezredes úr, közel negyed százada lépett a rendőrség kötelékébe, hivatásos szolgálata során szakmai tudását folyamatosan fejlesztette. Önként vállalt hivatásával szembeni különleges társadalmi elvárásoknak megfelel, kötelezettségeit az esküjében foglaltak szerint gyakorolja. Szolgálati feladatai végrehajtása során döntéseiért jogi és erkölcsi, valamint anyagi felelősséget is vállal. Jól ismeri a tevékenységét szabályozó előírásokat, munkáját lelkiismeretesen, magas színvonalon végzi. Folyamatosan bővíti szakmai ismereteit, személyes példamutatásával, szorgalmával ösztönzi munkatársait, beosztottjait. Munkatársaival együttműködik, tudását, gyakorlati tapasztalatait megosztja velük, betartja és betartatja a törvényeket, magas szintű követelményeket támaszt. Hajdonállásváros polgármestere Gál Miklós rendőr alezredes részére Hajdonállásváros közbiztonságáért kifejtett kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként polgármesteri közösségi díjat adományoz. Most tisztelettel felkérem Tar Attilát és kísérőjét, fáradjanak ki.
Tar Attila 10 éve kezdte hivatásos tűzoltói szolgálatát a Hajdonállási Tűzoltó Parancsnokságon, mint beosztott tűzoltó. 2015-től tűzoltás vezetői feladatokat is ellát, mely beosztásban bizonyította vezetői képességét, rátermettségét és szakmai tudását. Munkavégzését az alaposság és körültekintés jellemzi. A fiatalabb kollégái mind a szolgálatellátás, mind pedig a civil életben számíthatnak tanácsaira, észrevételeire. Hajdon Árnásváros polgármestere Tar Attila címzetes tűzoltó főtörzsőrmester részére a mentőtűzvédelem területén nyújtott kimagasló szakmai tevékenységének elismeréseként polgármesteri közönségi díjat adományoz. Tisztelt közösség, tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Hajdon Árnásváros önkormányzat képviselő testülete a városi kitüntető díjakról és elismerő címről szóló rendeletével Kabai János közegészségügyi díjat alapított, melyben az a személy vagy csoport részesíthető, aki a város lakossága egészségének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében végez magasfokú szakmai tudással kiemelkedő munkát. Most tisztelettel felkérem dr. Kátai Ibolyát és kedves kísérőjét, hogy fáradjanak ki városok polgármestere mellé. Dr. Kátai Ibolya 1985. április 1-én kezdett dolgozni városunkban gyermekorvosként. Én már 30 éve van jelen a hajdonállási gyerekek életében. Egy nemzedék nőtt már felféltő gondoskodása mellett. A doktornő, a doktornéni mindig a gyerekek érdekeit tartja szem előtt. A gyerekek bizalmát is kiérdemelte személyiségével. A rendelésén megforduló kisbetegekkel és szüleikkel empatikus, türelmes, segítőkész. Munkássága során nagy gondot fordít a prevencióra. Szaktudását folyamatosan bővíti, rendszeresen részt vesz szakmai konferenciákon, továbbképzéseken. Kreatív, önállóan és csapatmunkában felelősségteljes feladatmegoldó és alkalmazkodó képességgel rendelkezik. Szakmai tudása kiemelkedő, szerény személyisége, munkaszeretete, elhivatottsága példaértékű. És kedves vendégeink, kedves doktornő, engedjenek meg egy rövid idézetet Lázár Ervin egyik meséjéből, ami azt gondolom, hogy a gyerekeknek kedves lehet, meg a doktornőnek is. De most már nem félek. Meg nem futok, meg nem köhögök, mert itt vagyok közöttetek. És azt is tudom, hogy ki vagyok. És azt is tudom, hogy nem vagyok egyedül. És ez nagyon jó. Vidáman összenevettek mind a régi jó barátok. A kalapos ember meg elégedetten nézte a kis társaságot, hiszen nagyon jól tudta, hogy a nevetés, a vidámság, a gyógyulás biztos jele. Mert aki nevet, az már kevesebbet gondol a betegségre, és aki kevesebbet gondol a betegségre, az már félig meg is gyógyult. Hajdon Árnásváros képviselő testülete a város lakosságának magas, szakmai színvonalon történő egészségügyi ellátása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként dr. Kátai Ibolya részére Kabai János közegészségügyi díjat adományoz. Hajdon Árnásváros önkormányzat képviselő testülete ugyanezen rendeletével Sós Gábor közszolgálati díjat alapított, melyben személy vagy csoport részesíthető, aki a város közigazgatásában, közszolgálatában hosszú időn át magasfokú szakmai felkészültséggel eredményesen és humánusan tevékenykedik. Most tisztelettel felkérem Szabóné Mezei Etelkát és kedves kísérőjét, fáradjanak ide a polgármester úr mellé. Szabóné Mezei Etelka élethivatása és szakmai életútja tökéletes egyezést mutat 4 évtizeden át tartó szakmai munkálkodásával, hiszen a kezdetektől, 1975-től választott hivatását gyakorolta.
E 4 évtizedből egy fél év kivételével mindvégig Hajdú Nánásváros könyvtárának beosztott könyvtárosa, majd több mint egy évtizeden át vezetője volt. Ez utóbbi tekintetében 1993 és 97 között állt az akkor még önálló intézmény élén. Abban az időszakban, amikor a könyvtár kitárta kapuit az újjászerveződő társadalmi szervezetek előtt. Itt tarthatta alakuló, majd rendszeres ülését például a Szellemi Műhely, a Szépen Emberül Alapítvány, de a Bocskai Szoborért Alapítvány is, amely a polgári kör által szerveződött. De meleg ágya volt ebben az időben az intézmény a helyi televízió létrejöttének is, mellyel korszakos jelentőségű kezdeményezés indult útjára. 1997-ben vezetése alatt szervezték meg a város könyvtárának új épületbe költöztetését, ahol azóta is tevékenykedik. Ezen az új helyen született meg a Nánási kalendárium, a Nánási kalendárium intézményben történő szerkesztése, kiadása való előkészítése, valamint a könyvbemutatók helyszínének biztosítása. Ez utóbbi vonatkozásában az általa vezetett intézmény otthona lett a különféle könyvbemutatóknak, szakmai konferenciáknak, s éppen ezáltal válhatott többé a könyvtár, mint csupán könyvtári feladatot ellátó intézmény. 1997-től, amikor az addig önálló városi könyvtárat betagozták a művelődési központ alá, helyettes vezetőként látta el feladatát 2008-ig. Az új helyzetben megnyírbált intézményi önállósággal ugyan, de tovább folytatódott mindaz, amit korábban elkezdett. Intézményen kívüli munkálkodását jelzi, hogy a 90-es évek első felében gyakori forgatókönyvírója volt a városi ünnepségeknek, ünnepi műsoroknak. Vállalt esküvői versmondásokat, vers és prózamonda versenyeket szervezett, és adott otthon ezek számára a könyvtár falai között. Napi munkája mellett jutott ideje arra is, hogy írásokat szerkeszten a Hajdú-Bihari Napló számára a város kulturális életéből. Pályájának első korszakából nyert tapasztalata alapján 2010-től indította útjára az intézményen belül az Olvasólámpa elnevezést viselő felnőtt olvasóklubot. Ennek résztvevője az olvasás jelentőségének tudatával közös összejöveteleken és a nyilvánossággal is megosztják legfrissebb könyvélményeiket, amelyhez a szellemi táplálékot Szabóné Mezei Etelka szolgáltatja. 4 évtizedes pályafutásának egyik gyöngyszemeként említjük a könyvtár helytörténeti gyűjteményének gondozását, amely a múltismeret tekintetében pótolhatatlan dokumentumokkal rendelkezik. Ennek feltárása a nyilvánosság számára a használatot megkönnyítő, kutatható dokumentumok jegyzéke az ő keze munkája. Könyvtárosi szakmai és egykori vezetői szellemiségét minden bizonnyal a tanyai tanítók világából merítette, melyhez szülei is tartoztak, s amely társadalmi réteg számára rendszeres találkozási, kulturálódási lehetőséget biztosított az intézményben. Idén nyáron nyugdíjba vonult, ám szakmai munkája mindmáig élő valóság a könyvtárban. Ma is vezeti például az általa szervezett olvasóklubot, ugyancsak nyugdíjas olvasói számára. Hajdú Nánásváros képviselőtestülete Szabóné Mezei Etelka nyugalmazott könyvtárigazgató, könyvtáros részére Hajdú Nánásváros közművelődése érdekében végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Sós Gábor közszolgálati díjat adományozzon. Hajdú Nánásváros önkormányzatának képviselőtestülete a városi kitüntető díjakról és elismerő címről szóló rendelete értelmében Maklári Lajos pedagógiai és közművelődési díjban az a személy vagy csoport részesíthető, aki tartósan magas színvonalú oktató-nevelő munkát folytat a város gyermekei érdekében, illetve az a személy, aki a közművelődés területén vívja ki a város lakosságának általános megbecsülését. Most tisztelettel felkérem a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium természettudományi munkaközösségének tagjait, Magin és Eres Mariannát, Nagy Zoltánnét és Fejér Imrét, valamint kedves kísérőiket, fáradjanak idegi polgármester úr mellé.
Magin és Eres Marianna 1996-ban kezdte pedagógusi pályafutását a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában, biológia-kémia szakosként jelentős szerepet vállal a természettudományos oktatás helyi programjának kidolgozásában, a tanulók versenyre, érettségire, felsőfogó tanulmányokra történő felkészítésében. Tanítványai évek óta eredményesen szerepelnek az országos középiskolai tanulmányi versenyeken, 2008 óta évente több tanuló jutott be a biológia országos középiskolai tanulmányi verseny második fordulójába, 2014-ben pedig két tanulója jutott a döntőbe, ahol 10. és 19. helyezést értek el. Ezen helyezéseknek köszönhetően iskolánk a megyéből egyedüli iskolaként bekerült a biológia OKTV rangsor első 10 iskolája közé. Az utóbbi 5 évben az országos döntőbe jutott tanítványai az Árokszánási Zoltán biológia környezetvédelmi versenyen is, ahol 2015-ben kategóriájukban 4. és 7. helyezést értek el. Jelentős megmérettetés az iskola tanulói számára a 8-osztályos gimnáziumok területi versenye, ahol évek óta eredményesen szerepelnek diákjai. Az utóbbi 3 tanévben biológiából, illetve kémiából 5 első, 3 második és 2 harmadik helyezést értek el. Évek óta kiemelkedően szerepelnek diákjai a Kőri Kémiai Emlékversenyen és az Irényi János Középiskolai Kémia Versenyen is, ahol a különböző korcsoportokban versenyző tanulók a megyei és területi fordulóban évről évre dobogós helyen végeznek. Magin és Eres Marianna a kiemelkedő szaktanári munka mellett lelkiismeretesen látja el osztályfőnöki teendőit is, és részt vállal az iskolai rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Tapsoljuk meg őt! A munkaközösség második tagja Nagy Zoltánné, aki 2004 óta dolgozik a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban. A természettudományi munkaközösség aktív, meghatározó tagjaként jelentős szerepet vállal a kémia tantárgy helyi programjának kidolgozásában, a tanulók versenyekre, érettségire, felsőfokú tanulmányokra történő felkészítésében. Az általa kémiából felkészített diákok közül 2009 óta mindig van versenyző az országos döntőben. A Budapesti Műszaki Egyetem által szervezett kémia versenyen első, a Lila vegyészbajnokságon 9., a Dürer kémia versenyen 6. helyezést értek el, de eredményesen szerepeltek az országos középiskolai tanulmányi versenyeken is. Évről évre készít fel tanulókat az Irinyi János középiskolai kémia versenyre, a Kőri kémiai emlékversenyre és a Hevesi György kémia versenyre, akik a megyei és területi versenyeken rendszeresen az elsők között végeznek. Az utóbbi 5 évben ezeken a versenyeken 10 diák jutott az országos döntőbe, ahol 9., 10., 15., 20. helyezést értek el. Ezen eredményeknek köszönhetően adhat helyet iskolánk a Kőri Kémia Emlékverseny területi döntőjének. A 8-osztályos gimnáziumok területi versenyén az utóbbi 5 évben 9 tanulója végzett az első 3 helyen. Nagy Zoltánné a kémia eredményes oktatása mellett szerepet vállal az informatika oktatásban, az osztályfőnöki teendők ellátásában, és közreműködik az iskolai rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A 3 tagú közösség harmadik tagja, férfi ember, Fejér Imre, 1989 óta dolgozik a Kőrösi Csoma Sándor. A Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumban. Földrajz rajzszakosként részt vállal a természettudományos, a művészeti és esztétikai nevelésben. Eredményesen készíti fel a tanulókat versenyekre, érettségi vizsgákra és felsőfokú tanulmányokra. Tanulói 2010 óta évente elhozzák az első helyezést a területi topográfiai versenyről, de eredményesen szerepelnek a 8-osztályos gimnáziumok területi versenyén és az országos középiskolai versenyek döntőjében is. Évek óta vezeti az ásványgyűjtő szakkört, ezzel is segítve a természettudományos nevelést. Szervez kiállításokat, készíti az iskolai rendezvények dekorációját, tervezi az intézmény kiadványait, logóját, ezáltal is hozzájárulva az intézmény arculatának kialakításához. Művésztanárként rendszeres kiállítóként részt vesz a város kulturális életében is. A felsőoktatási felvételi során több szakra is a bejutás feltétele a biológia, a kémia, a földrajz érettségi, amit az utóbbi években egyre több képzési szakterületen emelt szinten kérnek. Az utóbbi 3 tanévben 25 diák jelentkezett biológiából, 21 kémiából,
3 földrajzból emelt szintű érettségire. A felkészítés eredményességét igazolják a kimagasló érettségi és felvételi eredmények. A legutóbbi 3 év emelt szintű érettségi átlaga a 3 természettudományos tantárgyból 4,9 volt, tehát azt mondhatjuk, hogy szinte kitűnő. Az utóbbi 3 évben... Az utóbbi 3 évben a felső oktatásba felvételt nyert diákok 40%-a számára a felvételhez szükséges volt a biológia, a kémia vagy a földrajzi érettségi. Tehát igencsak tanulniuk kellett. Hajdú Nános város önkormányzatának képviselőtestülete, a Kőrösi Csomos Sándor Református Gimnázium természettudományi munkaközössége Magini Seres Marianna, Nagy Zoltánné és Fejér Imre részére Hajdú Nános város oktatása nevelése területén kifejtett kimagasló, valamint a város szellemi gyarapodását tekintő tevékenységének elismeréseként Maklári Lajos pedagógiai és közművelődési díjat adományoz. Tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink! Hajdú Nános város önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat által alapított kitüntető díj és díszpolgári cím adományozásáról szóló rendeletével Hajdú Nános város díszpolgára címet alapított. Hajdú Nános város díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével, mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. És most szeretném tisztelettel megkérni Hangainé Hódos Erikát és kísérőjét, hogy fáradjanak ide polgármester úr mellé. Hódos Imre olimpiai birkozó bajnok, edző, nemzetközi bíró 1928. január 10-én született Hajdú Nánáson. A rendkívül tehetséges Hódos 19 évesen második lett a főiskolai világbajnokságon, 6 magyar bajnokságot nyert 1952 és 1957 között itthon, csak egy alkalommal nem győzött. 1952-ben került be a kötött fogású birkozó válogatottban, s még abban az évben aranyérmet nyert, élete első olimpiáján Helsinkiben. A következő évben a világbajnokságon második, az 1956-os Melbourne-i olimpián negyedik helyen végzett. Visszavonulása után sem szakadt el a sportáktól, szívügye volt a bíráskodás, nemzetközi versenyeken is zsűrizett, 1988-ban megkapta a FILA érdemrend aranyfokozatát. Hódos Imre életének és sportpályafutásának jelentős részét Debrecenben, illetve megyékben töltötte. Olimpiai aranyérmét mégis egy fővárosi klub színében szerezte meg. Azokban az években, ekkor 1949-et mutatott a naptár, nem sok választási lehetősége volt egy 21 éves vidéki birkozónak, ha egy fővárosi nagy egyesület jelesül a jó nevű budapesti bástya csábította, idézőjelben. Ráadásul a fővárosiak egy katonai behívóval is megspékelték ajánlatukat, így hát aztán kénytelen kelletlen igazolt a Hajdú Nánási születési fiatalember az Állambiztonsági Egyesülethez. A finn fővárosban már a jól csengő budapesti vörös lobogó, vagyis a bástya utód a versenyzőjeként szerepelt, s szerzett aranyérmet, ám az sem meglepő, hogy a siker után itt, Hajdúságban, nagyobb ünneplést csaptak számára az egyszerű emberek, mint a fővárosban. Hódos Imre igazi univerzális sportoló volt, több sportágban is válogatottságig vihette volna. Tornászként ismerkedett meg a sporttal, alapképzettségének, főként rugalmasságának és hajlékonyságának később hasznát vette a szőnyegen is, de az egyik edzője javasolta, hogy nézzen már le a birkozók edzésére. Innen pedig már nem volt visszaút, hiszen néhány perc alatt kiderült, hogy egy igazi őstehetséget nyert a sportág.
Igaz, a kísértés nagy volt, hiszen az immár birkozóként készülő ifjúnak komoly csábítást jelentett a labda, és bizony nem volt elég számára az edzések előtti bemelegítő foci. Eljárt a Loki focistáinak edzésére, és kiderült, hogy ebben a műfajban is képes lenne maradandót alkotni. Hamar bekerült a regionális ifjúsági válogatottba, ám végül a birkozók meggyőzték arról, hogy köztük a helye. Nem bánta meg a döntését, igaz, a labda megmaradt örök szerelmének. Helsinkiben hosszú út vezetett a kötött fogásúak légsúlyú versenyének megnyeréséig, hiszen hihetetlenül erős mezőn gyúlt össze az 57 kg-os versenysúlyban. Olimpiai bajnokságának legendás történetét itt most nem idézem fel, hiszen elég hosszú lenne. Minden esetre edzője Matura Mihály taktikai utasítását követve mégpedig azt mondta neki Misi bácsi, hogy nem szabad két vára fektetéses vereséget szenvednie, a pontozásos az elmegy. És ez így is volt, és így került nyakába az olimpiai aranyérem. Aki a részletekre kíváncsi, az elolvashatja a Nánási füzetek egyik sorozatában megjelent életrajzi kötetében. A mindig jókedélyű Nánási fiú ott volt az 1956-os Melbourne-i olimpián is, ahol negyedik lett, és közben az 53-os nápolyi VB-n begyűjtötte az ezüstérmet. Visszavonulása után sem szakadt el a sportágától, Debrecenben és szerte Hajdú Bihar megyében nevelte a tehetségeket, míg versenybíróként is eljutott több olimpiára. Munkásságát a Nemzetközi Birkozó Szövetség, a FILA, legmagasabb kitüntetésével az aranycsíppal ismerte el. Aztán két amerikai város, Palm Springs, illetve Benning, valamint a svéd főváros, Stockholm díszpolgárával választotta. Debrecenben pedig egy évvel halála után, 1990-ben a sportcsarnokot nevezték el róla, ezt mindenki ismeri. Egy egykori hangfelvételen, ami itt készült Hajdú Nánáson, itt nem ebben a színházteremben, de itt a művelődési központban, a helyi riporter kérdésére, nevezetesen, hogy minek köszönheti a sikereit, csak ennyit mondott, a Hajdú konokság segített át minden nehézségen. És a nánási Hajdú utódok megbecsülik emlékét, hiszen emléktáblát avattak tiszteletére, sportegyesület viseli a nevét, és sportnapokat rendeznek szellemében, és neve égisze alatt. Hajdú Nánás város képviselőtestülete Hódos Imre birkozó olimpiai bajnok részére olimpiai bajnokbirkozóként elért Hajdú Nánás város hírnevét is öregbítő eredményének, valamint országos és nemzetközi szinten egyaránt kimagasló bírói és edzői tevékenységének elismeréseként posztumusz Hajdú Nánás város díszpolgára címet adományozza. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Tiszta szívből gratulálunk minden kitüntetésben, elismerésben részesült honfitársunknak, és kívánom, hogy még sok-sok alkalommal találkozhassunk, így itt, december 12-én, a Városnapján. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink! Hajdú Nánás városa kitűnő, élő kapcsolatokat ápol testvérvárosaival, Usztrony és Ér Mihály falva olyan közelségbe kerültek hozzánk, mintha csak egy kőhajítása lennénk egymástól. Határokon átívelő szoros kapcsolatainkat most is erősítettük Danuta König asszony kitüntetésével. Az idei városnapi ünnepi műsort pedig a nemzetközi hírű Ér Mihály falvi Nyíló Akác néptánc együttes adja. Az együttes nem először lép erre a színpadra. Mostani szereplésük a Bethlen Gábor alapkezelő által támogatott közös programok megvalósítása az összetartozás jegyében, Hajdú Nánáson és Ér Mihály falván című pályázat keretében valósult meg. A pályázat célja a magyar-magyar kapcsolatok ápolása és fejlesztését szolgáló testvértelepülési programok, kulturális rendezvények, közös részvétellel történő megvalósítása. A pályázati program első részében a Hajdú Nánási Nanászínház az ősszel a Dióverő ünnepség programjában mutatta be Ér Mihály falván Mart P. Ildikó Csillag vagy Lilium című zenés történelmi játékát. Mielőtt azonban felgördülne a függöny, tisztelettel felkérem Nyakó József polgármester urat,
Szóljon néhány szót az ünneplő közönséghez. Köszönöm a szót, szeretettel köszöntök mindenkit. Különös tisztelettel kitüntetetteket, Ustronváros küldöttségét, alelnök urat és mindenki mást, aki jelenlegi és valamikori barátom lesz. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a műsorhoz, de mielőtt hozzákezdenénk, néhány gondolatot engedjenek meg, hogy elmondjak. Azt hiszem az az élet, ami itt folyik, ugye láttuk a kitüntetések okán is, hogy csodálatos, nagyszerű vezetés és nagyszerű közösség működik együtt, és eznek természetes hozadéka az eredmény, a siker. Hallottuk azt, hogy nagy hagyatékkal ugye rendelkezik a város, genetikailag úgy gondolom, és történelmi küldetése is predesztinálja arra, hogy sikeres legyen. Tessék el inni, kedves hölgyek, urak, hogy ami itt történik önöknél, nálunk az példa. Nálunk az minta. Mindaz, amit megvalósított az ezelőtti vezetés és mostani is, erdélyi vagy más határon túli közösség számára példaértékű. A Bocskai korona ugye egyik megvalósítás. Csodálatos dolog, ahogy megoldották ugye a kevésbé integrálandó etnikum munkára bírását. Elnézést a szóért, de másnak nem tudok. Azt hiszem megvan csodálatosan oldva ez a dolog. És ahogyan a város vezetése segít a magyar szurvány oktatásában. Példaérték ugyanakkor a nánási portéka. Hasonló módon egy hét múlva az Érmeléken létrehozzuk az érmeléki termék brandet, ami hasonló összetételű, illetve hasonló szándékú, az Érmeléken megtermelt hagyományos élelmek, mesterművek, népi mesterek művei, vagy bármi más, ami olyan színvonalú, hogy növelje ennek a brandnek az értékét. Azt hiszem, hogy ez egy fontos dolog, és sikerül nekünk is ezt megvalósítanunk. Ezt tudják önök valószínű, hogy létezik ilyen észak, illetve Székelyföldön, létezik a Székelytermék brand hasonló módon. Tehát mindezek valamilyen formában visszavezethetőek a hajdunánás portéka, mint brand megjelenésével. Mindjárt a színpadra kerül a Nyílóakác Néptánc Együttes, Sorogja zenekarra kísérve. Azt hiszem, hogy ez annak a testvértelepítési kapcsolatnak egy aktusa, egy momentuma, amelyik már néhány esztendeje általam vezet város és a önök városa között létezik. Ez egyenlőre még csak kultúra, tehát a kulturális csere, mint ahogy hallottuk a kedves bemondóhölgytől, hogy már megtörténtek ezek a cserék, és annak a cserék sorozatának egy pillanata lesz ez. Nagyon remélem ugyanakkor, hogy ezen felül a továbbiakban lesz majd lehetőség arra, és úgy tűnik, hogy körvonalazódik is egy esély erre, hogy együtt tudunk dolgozni már uniós finanszírozási projekteken is. Polgármester úrral beszéltünk erről a dologról, nagyon remélem, hogy nem csak itt fog, csak nem csak ilyen természetű lesz a kapcsolat, hanem más egyéb, tehát ami kézzelfogható, és a településünk, a mi településünk fejlődését is szolgálja majd. Az ünnep közeletével engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel kívánjak önöknek egy békés adventet, nagyon kellemes karácsonyt, és boldog új esztendőt mindazoknak, akik ki voltak tüntetve itt ma. Hiszem azt, hogy azok a lámpások, amire a beszédébe utalt polgármester úr, azok itt vannak közöttünk, itt vannak önök, elvégre azért kapták a díjaikat, de hiszem azt, hogy minden generáció kitermelje a saját lámpásait, mint ahogy mi is elvárjuk a határon kívülre rekedt magyarok, hogy mindig legyenek lámpásaink, legyenek azok az emberek, akik tudnak egy darabot a szívükből a közösségnek nyújtani, és hogy legyenek olyan bátrak, hogy megtegyék ezt.
ez a műsor, ami következik, legyen egy ajándék az alatt a képzeletbeli fenyőfa alatt, amelyek önök előtt, illetve önök házukban lesz felállítva. Igyekszünk, bár a lehetőségeink sokkal szerényebbek, mint az önöké, mint a tietek, de mi igyekszünk, mi mihályfalviak és az érmellékiek és határon túliak, hogy lépést tartsunk lelkiekben legalább önökkel, veletek. Jó szórakozást kívánok a műsorhoz, és nagyon remélem, hogy még lesz alkalom találkoznunk máskor is. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen Nyakó polgármester úr szavait. Hát reméljük, hogy abban a bizonyos érmelléki brandben majd a jó kis finom érmelléki borocskák is bekerülnek, hiszen annak idején, és erre történelmi tanulmányok utalnak, hogy Debrecen és a Hajdúság városaiban nagy előszeretettel hozták az érmelléki borokat. Szeretik Hajdú elődeink ezt a finom nedűt. És akkor most már valóban gördüljön fel perceken belül a függöny, és következik az Érmihályfalvi Nyílóakász Néptánc Együttes Ébredjen a szeretet című műsora. A zenei kíséretet, mint polgármester úr említette, a Sorogja zenekar szolgáltatja. Jó szórakozást mindenkinek az elkövetkezendő percekben. Thank you.
Thank you.
Kimosodám minden bűneimből.
népünk emlékezete számon tartja, hogy keletről jöttünk, mint Anna. Mi urunk, aki eloszlatod a sötétséget, és megvilágítod az ember arcát, te vagy a távoli egek határán kibomló fény, te vagy a föld peremén lobogó égi mágia. Ha csak reát villantunk, halandó szívünk belereszked. Thank you.
Tisztelt ünneplő közösség, kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, hát először is nagyon-nagyon megköszönjük a Nyíló Akász Néptánc Együttesnek ezt a csodálatos műsort, azt gondolom önöknek is nagyon tetszett. Kedves vendégeink, ezzel véget ért Hajdún Ánás Város Önkormányzatának ünnepi képviselőtestületi ülése. Városnapi programunk azonban folytatódik a hagyományos városasztalánál az állófogadással. Testvérvárosainkkal, mint már utaltam rá, egyre szorosabb lesz kapcsolatunk, éppen ezért arra kérem önöket, hogy a teremből kifáradva vegyék kezükbe a pezsgős poharat, és kérem kocincsunk a 410 évvel ezelőtti történelmi eseményekre, 1605. december 12. napjának emlékére, a kitüntetettekre és a megterített városasztalára. Egyúttal tisztelettel felkérem majd Ireneus Szarzec polgármester urat, hogy az előtérben mondjon pohárköszöntőt a vendégeknek, önöknek, és önöket pedig megkérem, hogy hallgassák meg tisztelettel őt. Ez teljesen technikai tájékoztatás. Az idei évben a városasztala új helyen lesz, tehát nem az előtérben, hanem a művelődési központ előtt felállított nagy sátorban lesz, tehát ott lehet az asztalokról elvenni az étkeket, és utána pedig az előtérben el lehet fogyasztani.
Azt követően pedig, tehát 9 órakor kezdődik majd, és várjuk Önöket vissza a terembe, Balázs Klári és Korda György műsora. És itt is szeretnénk köszönetet mondani Mircse Bélának és kedves barátainak a felajánlásért, melynek köszönhetően most ebben az évben már úgy tudom második alkalommal itt köszönhetjük a színházteremben a neves énekes házaspárt. Én köszönöm mindenkinek a jelenlétet, de polgármester úr még szeretne valamit mondani. Köszönöm szépen. Nagyon nagy tiszteletet szeretném megköszönni Zsuzsának az egész esti konferenciálást. Annyit tennék hozzá, hogy mint ahogy Zsuzsa is mondta, a város asztala megterítetett, és a beszédben arról beszéltem, hogy nagyon sok dolgos kéz kell egy-egy ilyen alkalomhoz. Egy nagy tapsal köszönjük meg azoknak, akik hozzájárultak ehhez a város asztalához. Megkérem Önöket, hogy akkor majd fáradjanak ki. Tehát én még egyszer nagyon nagy szeretettel megköszönöm Önöknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel idei városnapi ünnepségünket, és én személy szerint is kívánok Önöknek áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendőt, és akkor ünnepi műsorunk végén kérem, énekeljük el együtt a szózatot.